No, hogyha elhelyezkedtetek, akkor el is kezdeném a kis előadásomat, mondókámat. Először is bemutatkoznék. Nagy Tamás vagyok, Opusztaszerről érkeztem a feleségemmel, Törő Krisztinával. Ő is mond majd néhány szót a mi életünkről. Röviden előjáróba csak annyit, hogy most már lassan 20 éve, hogy egy tanyára költöztünk Opusztaszer mellé, és ezt a tanyát már akkor tudatosan megpróbáltuk úgy kialakítani, hogy a természettel minél inkább harmóniába kerülve egy természetközeli önellátó életmódot tudjunk kialakítani. És hát ennek egy szelete lett aztán az a fajta önellátás, aminek ugye egy része az élelmiszer önellátás, ami felé törekszünk. Nyilván, hogy ki hol tart ebben, meg mi is valójában az önellátás, meg hol húzzuk meg a szintet, az arról lehetne sokat beszélni. Mi egy szintet elértünk, és nagyjából ezt a szintet többé-kevésbé fönn is tudjuk tartani, de én azt szoktam mondani, hogy nem is csak az számít, hogy ki milyen szinten van az önellátásban, hanem hogy ki milyen tudást szerzett ebbe, az sokkal többet számít. Tehát, hogyha én nem vetek minden évben kézzel gabonát, és nem aratom le kézzel, attól még megmarad az a tudás, és bármikor vissza tudok nyúlni hozzá, még akkor is, hogyha adott esetben abban az évben több hektáron kombájnos gabonát aratok. De azért mégiscsak a gabona ilyen szempontból egy kulcskérdés, hogy a mindennapi kenyerünkhöz hogy jutunk hozzá. Akkor itt elindulnék onnan, hogy hát hol kezdődik a kenyér, ugye sokaknál nagyon helyesen most már egyre többen nyúlnak ahhoz, hogy házilag, otthon, akár házi malomban frissen őrölt lisztből kovászos kenyeret csináljanak, készítsenek, de valójában azt tudjuk, hogy a kenyér az nem ott kezdődik, hanem a földnél kezdődik, és hogyha végig akarjuk vinni az egész folyamatot, akkor tudatosan végig kell gondolni, hogy a földtől hogy jutunk el aztán a kenyérig, amit megeszünk, és aztán az a kenyér rajtunk keresztül, hogy jut vissza a földbe, és már be is zárult az a bizonyos körfolyamat, amire az egész természet épül. Ugye, mi is az ottani életünk során megpróbáltuk úgy kialakítani a kis ökotanyán körüli dolgokat, hogy minden ilyen körforgásban maradjon, és ami ott keletkezik, az ott helyben föl is legyen használva. Úgyhogy ebbe a témakörbe illeszkedik bele a gabona kérdés is. Föl szokott vetődni mindjárt az elején, hogy hát igen ám, de hát ez egy hatalmas munka, hogy az ember nekiáll és több hektáron kézzel learassa, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy az aratás után azt még ugye tovább is fel kell valahogy dolgozni azt a gabonát. És akkor itt jön rögtön egy tisztázása a dolgoknak, hogy nem kell itt több hektár. Tehát nem arról van szó, hogy több hektáron gabonát kell termesztenie valakinek, hogy ellássa magát kenyérgabonával, hanem akármilyen megdöbbentő, néhány száz négyzetméter is elég lehet egy párnak, vagy egy kisebb családnak, vagy akár egy nagyobb családnak is mondjuk 1000 négyzetméter, és hát minél nagyobb a család, annál több kéz is segíthet ebben a gabonaaratásban. A másik tévedés ebbe, ami szokott lenni, hogy mekkora munka ez, hogy heteken át jártak ugye régen is aratni az emberek, és akkor szinte ráment az egész hónapjuk, vagy akár még több, de hát ez nem arról szólt, hanem ők ugye mást is kaptak azért, meg bérmunkába dolgoztak, hogyha mi a saját gabonánkat akarjuk így megtermeszteni és betakarítani, akkor ez azért sokkal kisebb munkával megoldható. Aztán, hogy honnan is indult még el ez? Hát onnan is indult el, hogy ugye manapság egyre inkább afelé tolják az egész történetet a mezőgazdaságban, hogy minél nagyobb táblákba gazdálkodj, akkor jön ki a traktor, akkor éri meg, tehát gépesíts minél többet. És bizony a kis gazdák, akik esetleg egy hektáron, vagy ne adj Isten, még kisebb területen, fél hektáron, vagy fél holdon gazdálkodnak, hát már ki se jön a kombájn. És akkor a végén azt mondja, hogy hát jó, majd akkor valamikor augusztusban vagy szeptemberben odaérek, ha addig el nem veri a jégeső, vagy a zivatar, vagy nem megy tönkre, vagy fölgazlik. Nyilván az ember nem ezt szeretné, hanem az, hogy időben le legyen alatva, és az idő az most van. Ahogy a dal is mondja, ugye meg kell a búzának érni, ha minden nap meleg éri, hát most éri a meleg, úgyhogy a búza is, a rozs is
és a többi gabona is ilyenkor szépen érik. De visszakanyarodva oda, tehát el kell indulni a földtől, és akkor mekkora területen gazdálkodunk mi? Hát mi 3 ilyen 400 négyzetméteres parcellát jelöltünk ki, és azon váltogatjuk a különböző növénykultúrákat. Az egyiken minden évben van valamilyen gabona. Most nem azt mondom, hogy minden évben búzát aratunk ott, mert például idén éppen csupasz zabot vetettem arra 400 méter, négyzetméterre, és az is egy kiváló gabona növény. Tehát a változatosságra is érdemes törekedni, hogyha gabonákat termesztünk, hogy legyen otthon zab, alakor, tönköly, búza, rozs, stb. Tehát igazából ezeket lehet váltogatni, és akkor azt mondaná az ember, na jó, de hogyha én ennyi mindent szeretnék, akkor nagyon fölaprózom azokat a parcellákat. Hát nem kell mindet adott esetben minden évbe termeszteni. Tehát például csupaszabot lehet, hogy elég, hogyha 3-4 évente egyszer vetek, az a vetőmag az addig csíraképes marad, és arról a 400 méterről nekem lejön annyi, amennyi több évre is elegendő az otthoni fogyasztásra, hogyha akárha csíráztatok, akárha kásának eszem, vagy zappehelynek, vagy bármilyen ilyen módon. Tehát ugye ezeket lehet így váltogatni is, és mi is így szoktuk, meg így tartunk fönn bizonyos fajtákat, hogy nem minden évben mindenből vetünk, hanem elhatározzuk, hogy na akkor ebben az évben ez lesz, következő évben az, így szépen föl lehet ezt osztani. Ugye amikor már nagyjából megvan, hogy körülbelül hány főt szeretnék így kenyérgabonával ellátni, akkor egyszerűen ki kell számolnom, hogy körülbelül hány száz négyzetméterre van szükségem. Tehát az nagyjából megvan, hogy induljunk ki egy egyszerű esetből, a bánkúti búzából, ugye ez egy régi magyar búzafajta, és nagyjából lehet tudni, hogy ez az adott termőterületen, az adott aranykoronájú földben körülbelül mennyit terem hektáronként. És azt nagyon egyszerűen akkor ki tudom számolni, hogy 100 négyzetméterre mennyit terem, ugye, az pont a százada ennek, és akkor ahhoz képest tudok viszonyítani, hogy egyáltalán körülbelül mennyit szeretnék én otthon a családomnak vagy magamnak termeszteni. Persze ez így egyszerűen hangzik, de én azt szoktam mondani, hogy aki ebbe belevág, az inkább próbálja ki először kicsibe. Nem kell néhány száz négyzetméter se. Elég lehet, hogy csak elég 20-30 négyzetméter. Hogy kipróbálja, hogy megy az egész vetés, aratás, hogy lehet kicsépelni otthon, tehát hogy fekszik ez neki, egyáltalán működik-e, kitapasztalja, és aztán, hogyha úgy látja, hogy ez működik, akkor következő évben már mondhatja azt, hogy na hát akkor most kipróbálom mondjuk 400 négyzetméteren, ami szintén nem egy nagy tábla, ha belegondolunk 10x40 méteres tábla, az 400 négyzetméter. Ez a 400 négyzetméter, ez mondjuk bánkúti búzából, ha csak 30 mázsás hektáronkénti átlagtermést számolunk, akkor az ugye 120 kiló, tehát azért az nem elhanyagolható. Ráadásul, akik ugye már ezen az úton járnak, és elindultak az otthoni kenyérsütés felé, és kovászos kenyeret sütnek, és adott esetben teljes kiöllésűt, azért tudják, hogy az a kenyér, az tartalmasabb, az egészen máshogy fogy, mint a bolti fehér kenyér, amihez hozzászokott az ember. Tehát abban nem is kell annyi. A feleségem úgy körülbelül 4-5-6 naponta süt 2 kenyeret. Hát ezek olyan 1-1,5 kiló közöttiek. És akkor ez majdnem egy hétig elég ez a 2 kenyér, kettőnknek, háromunknak. Tehát igazából, hogyha így számolok, akkor azt mondom, hogy a 400 méterről lejövő 120 kiló bánkúti búza, az a bizony a kenyérgabona szükségletünknek a nagy részét azt egy évre fedezi. Jó, és akkor induljunk el onnan, hogy mi is ennek a folyamata, mi hogy csináljuk. Hát az egészet megpróbáltuk úgy kialakítani, hogy egyrészt bárki meg tudja odahaza csinálni, akár kiskerti körülmények között. Még azt is meg lehet csinálni, ha van valakinek mondjuk egy 2-300 négyzetméteres zöldséges kertje, és van mellette még egy ugyanakkora terület, akkor azt váltogathatja is. Ugye a zöldséges kertnek is
se árt, hogyha néha kicsit arrébb vándorol, vagy akár nem is érintkeznek, hanem kicsit messzebb vannak. A kártevők miatt is jó, meg a gabona is jól érzi magát egy olyan talajban, ami adott esetben előtte a zöldséges kertnek meg volt rágyázva, tehát sokkal termékenyebb lesz, és egészen nagy termés átlagokat tud hozni. Akkor ha elindulunk a földtől, akkor ugye vissza kell nyúlnunk oda, hogy a búzát azt már ősszel el kell vetni, tehát már az aratás előtti évben föl kell az egészre készülnünk, és nem ősszel, hanem már tavasszal át kell gondolnunk, hogy igen, de akkor én hova is fogom azt a 400 négyzetmétert vetni, akkor ha zöldség helyére, akkor olyan zöldségek legyenek ott, amik októberre a búzavetés idejére lekerülnek, mert hogyha ugye nem kerülnek le, akkor nekem azok ott útba lesznek. Tehát akkor csak arra területre mondjuk csak olyan zöldségeket vetek. Vagy ha kukorica van, akkor az ugye eleve le szokott jönni. Tehát ugye megvan a vetés forgója ennek, hogy mi célszerű a gabona elé, de lényeg az, hogy azt a területet nem akkor készítem elő októberben, akár egy parlagról, vagy egy szűz területről, hogy na én ide gabonát fogok vetni, hanem azt akkor célszerű már előtte tavasszal is úgy előkészítve tartani. És aztán eljön a magvető hava, az október, és ez az október a búzának a fő vetés ideje. Egyébként lehet később is, tehát aki véletlenül kifut az időből, még a novemberi vetés is általában sikerülni szokott, főleg az ilyen enyhe teleken, mint amik vannak mostanában, de azért célszerű ezt tartani, ha már a régiek ezt itt találták ki, és ez vált be évszázadokon keresztül, akkor próbáljunk meg mi is októberben vetni. Hát ehhez viszont kell egyfajta talajelőkészítés, tehát csak úgy a földre nem szórhatom ki, mert akkor csak egy része fog kikelni, és az se biztos, hogy úgy, ahogy én szeretném. Tehát valamilyen szintű talajelőkészítésre szükség van, ki mihez jut hozzá. Mi megpróbáltuk az egészet úgy kialakítani, hogy ha lehet, akkor mindenfajta külső, tehát ilyen kőolajmentesen, hogy úgy mondjam, de nyilván aki ezt nem tudja odahaza megoldani, az akár egy rotátorral is előkészíthet egy ekkora területet, mert ez nem olyan nagy terület, pár száz négyzetméter, hogy ne tudjon rajta végigmenni rotátorral annyira, hogy meglazítsa a felületét. A búzának nem kell mélyforgatás, tehát ugye manapság is egyre inkább afelé próbálunk törekedni a fenntartható mezőgazdaság irányába, hogy a talajokat ne forgassuk olyan mélyen, ne forgassuk olyan sokszor. Ez egy minimál művelést jelent, elég, hogyha a szármaradványokat kicsit bedolgozzuk a talaj felszínén, meg annyira megforgatjuk a talaj tetejét, felső részét, hogy egy kicsit morzsalékos legyen, hogy később a boronával végig tudjunk rajta menni. És akkor mi úgy szoktuk, hogy hát kimérjük először is a búza mennyiséget, hogy na, van ez a 400 négyzetméteres parcellánk, mennyi búzát is vessünk. Mert hát lehet ezt így érzésre is, hogy neki indulok, és akkor elkezdek vetni, aztán vagy nagyon sűrű lesz, vagy nagyon ritka, tehát a legcélszerűbb az, hogy én előre kimérem, hogy itt van 400 négyzetméterem, megvan a vetési átlaga, hogy mondjuk a bánkúti búzából egy hektárra szoktak vetni két mázsát, akkor én azt egyszerűen le tudom osztani, hogy arra 400 négyzetméterre ugye mennyi kell, akkor az 8 kiló lenne, de kézivetésnél mindig rá szoktak számolni jócskán, mert ott azért máshogy szóródnak a magok, meg máshogy kelnek, tehát körülbelül másfélszer annyit lehet számolni, tehát mondjuk bánkúti búzából 12 kilót én elvetek erre a 400 négyzetméterre. És aztán jön a következő lépés, hogy hogyan is vetem úgy, hogy az egyenletes legyen. Mert itt az a lényeg, hogy a magokat úgy tudjam elszórni, hogy egyenletes legyen. Ezt már lehet előre odahaza gyakorolni, mondjuk a tyúkudvarba, amikor szórja az ember a gabonát, akkor megfogja azt az egy kiló búzát, és akkor úgy szórja ki a tyúkudvarba, hogy megpróbálja egyenletesen szétteríteni, és akkor nézi, hogy terül, kell hozzá egy kis gyakorlat, de akkor már látszik, hogy húha, hát itt ez a sáv, ez nagyon kapott, mögötte semmi nincs, aztán megint, akkor egy kicsit máshogy kell. Tehát megvan ennek a módja, hogy én hogy nyúlok bele abba a búzába, hogy szórom el, hogy terül a legjobban, ezt mindenkinek egy kicsit előre be kell gyakorolnia, de aztán kialakul az, hogy nagyjából hogy
tudja azt úgy egyenletesen elteríteni. Tehát az egyik az, hogy egyenletesen legyen elterítve, ne legyenek nagyon sűrű foltok, meg ne legyenek hiányok sem, mert akkor a gaz az ugye fölnő közte, és akkor problémás lesz az aratás is. Tehát azért célszerű az egyenletes szórás, az egyenletes vetés. A másik pedig a mennyiségi kérdés, hogy ugye ki kell találni, hogy az a mennyiség az elég legyen. Ne az legyen, hogy én elérek a feléig, és már szinte nincs is, és akkor vakarom a fejem, hogy a másik felével mi legyen, meg inkább akkor fordítva legyen, hogy a végén még maradjon ki, és akkor legfeljebb azzal ilyen ritkásan végig megyek még egyszer. Az a sokkal jobbik eset. Igen? Hát igazából a túlsűrű az legfeljebb annyit okoz, hogyha te kimérted, vagy kiszámoltad, vagy beszereztél annyi vetőmagot, akkor nem lesz elég neked. Bár szokták mondani, hogy a dőlése érzékenyebb lesz, amelyik túlsűrű. Ezek a fajták, amiket mi szoktunk használni, ezek általában jól bokrosodnak. Az azt jelenti, hogy ha egy picit ritkásabb is lesz itt ott a vetés, az több szálat hoz akkor egy csomóból, ez a jó bokrosodás, tehát beteríti azt a talajrészt elég jól. Vannak olyan búzafajták, amik kifejezetten jól bokrosodnak, olyanokat érdemes erre használni, és akkor azok beterítik. Tehát igazából nem nagy baj, ha sűrű lesz, de azért próbáljuk meg úgy aránylag egyenletesen elteríteni, ahogy célszerű is lenne. Tehát ehhez is kell egy gyakorlat. Mi ezt úgy gyakoroltuk be az elején, hogy kijelöltük a parcellának egy kis részét, hogy na akkor most én nagyjából tudom, hogy egy ekkora sávot, mondjuk egy 4-5 lépés sávot vetek be egy mozdulattal, és akkor azt az 5 lépést azt végigviszem mondjuk a tábla feléig, és akkor kiszámolom, hogy na akkor erre itt van ez a 1,5 kiló, ennek elégnek kell lenni, nézzük meg. És akkor elvetem, és akkor kiderül a végén, hogy hoppá, nem lett elég, vagy éppen maradt még, tehát egy kicsit így bekalibrálhatom magamat is egy idő után, és akkor tudom, hogy na, nagyjából ilyen sűrűséggel így kell vetni. Ez aztán egy pár év alatt már olyan rutinszerűvé válik, hogy mi most már nem méricskélünk, hanem nekiállok, és akkor tudom nagyjából, hogy mennyire kell terülnie, meg ránézek a földön, hogy mennyire van szétszóródva, hogy terült, és akkor tudom, hogy sűrűbbre vagy ritkábbra esetleg. De az elején mindig kimérem, hogy na erre a parcellára ennyi kell. Már akkor tudom, hogyha végigmegyek egy sávon, és akkor tudom már, hogy körülbelül annyi fogyott-e, mint amennyit kellett fogyni azon a, mondjuk azon az 5 lépéses sávon. Tehát nagyjából ez a vetés története. Elvetjük a gabonát erre az előkészített földre. Mi lovasszántás után is vetettünk. Nyilván akkor a szántást először el kell fogassal fogasolni, hogy annyira egyenletes legyen a felszíne, hogy utána a boronával be lehessen boronálni a magokat. Tehát az is működik, de akinek már pedig a legtöbb embernek ugye erre nincs lehetősége, akkor maradnak ilyen szerszámok, mint a rotátor, vagy aki érez magában annyi energiát, és mondjuk nem 400, csak mondjuk 50 vagy 100 négyzetméteren csinálja, akkor neki állásóval, és egy picit, vagy kapával, és akkor szépen annyira fölkapálja, hogy fölpuhuljon annyira, hogy belehessen aztán a lényeg az, hogy a boronna be tudja ezeket a magokat egy kicsit forgatni a földbe, tehát hogy ne a felszínen maradjanak. Tehát mi is úgy elő kell készítsük a talajt, hogy az aránylag sima legyen az a talaj, és amikor kiszórtuk a magokat, akkor jön utána az a következő lépés, hogy egy könnyű magtakaró, ezt úgy nevezik, hogy magtakaró borona, aminek ráadásul a fogai egy kicsit így ferdén is állnak, tehát inkább így mutatom, tehát így állnak a fogak mondjuk, és ahogy így húzom a boronát, ezek a ferde fogak, ezek így a földet egy kicsit rá tolják a magokra, vagy a magot egy kicsit bekeverik a földbe. Nem kerülnek ezek a magok mélyre 1-2-3 centire, de elég az a búzának. Lényeg az, hogy ne a tetején feküdjön, két okból, az egyik, hogy akkor a madarak ugye hamar megtalálják és összeszedik itt a friss vetés után, ha nem figyelünk. A másik meg, hogy ha olyan az időjárás, még októberben is lehet, hogy
kap egy kis nedvességet, esetleg egy esőt, megindul a felszínen, és ha nem kapja a következőt, akkor úgy nevezik, hogy alászárad. Tehát gyakorlatilag ott a felszínen elpusztul az októberi napsütéstől. Na most, hogyha már egy centi mélyen van, vagy egy fél centi mélyen, az a kis talaj, az már annyira megvédi októberben, hogy ne tudjon kiszáradni. Tehát érdemes annyira azért, tehát ezért kell annyira beboronálni, hogy egy kicsit fedje a föld. Hát még boronákat azért még most is lehet szerezni, tehát még most is van így elfekvőbe itt-ott, amott vannak, akik még most is beviszik a vastelepre, a mélybe, mert nem kell nekik, vagy a mély telepen, hogyha van az embernek kapcsolata, de hogyha nem tud boronát szerezni, akkor házi körülmények között még egy gerebjével is meg lehet oldani. Lehet kapni ilyen viszonylag hosszabb gerebjéket, ritkább fogúakat, azokkal elég jó be lehet még gerebjézni. És néhány száz négyzetméteren ezt meg lehet csinálni. Úgyhogy igazából ez nem egy olyan nagy munka, hogyha megfelelően előkészítettük a talajt, akkor a vetés, meg a beboronálás, vagy a magoknak a bedolgozása a talajba, az már elég gyorsan megy. És onnantól kezdve azt lehet mondani, hogy a jó Istenre rábízzuk a magjainkat, a gabonát, amit elvetettünk, és bízunk benne, hogy kap elég esőt össze, hogy kikeljen, kap elég havat, hogy megvédje a hidegtől, ha egyáltalán lesz olyan hideg, mert manapság már a telek is olyanok, hogy nem biztos, hogy gondot okozna akár a hómentes tér sem, meg hogy aztán kap elég csapadékot tavasszal, hogy szépen beinduljon, és onnantól kezdve már csak várnunk kell. Tehát a mi dolgunk azt, hogy várunk, és kivárjuk az aratás idejét, ami ugye most jött el. Én is ezt a rost, amit ide hoztam, ezt most kaszáltam le, mielőtt elindultunk. Ugye a rozs az elég hosszú szálú, ez még a széléről való viszonylag rövidebb szálú a tábla szélén, de hát amúgy lehet akár ekkora is a rozs. A mai búzafajták azok egyre alacsonyabbak lettek, ugye azért, mert a szalmának már nincs értéke. Régen magas volt a búza is, mert kellett a sok szalma. Ugye a szalmának nagy értéke volt a jószágok alá is, és akkor a szalmáját is használták. Most meg arra mennek rá inkább, hogy minél kevesebb szalma legyen, ezért rövid száron úgy nemesítették ki a búzafajtákat, hogy rövid legyen a szára, már csak azért is, mert akkor kisebb a dőlésveszély. Ugye egy magasabb szárú gabonának sokkal nagyobb a dőlésveszélye, kap egy nagy vihart, és akkor eldől mind, akkor sokkal nehezebbé válik az aratás is. Vagy ha a földre fekszik, akkor aztán tönkre is mehet. Tehát érthető ez a folyamat, de mégiscsak mi a régi fajtákhoz, ha visszanyúlunk, azok általában hosszú szárúak, és a rozs az megmaradt ilyen hosszú szárúnak. Úgyhogy igazából most jönne a munkának a dandárja, most fog következni nálunk is, egy ilyen 400 négyzetméteres parcellának a learatása, illetve ami igazából a nagyobb munka az nem is az aratás, hanem a cséplés. Tehát ugye valahogy ki kell csépelni ezeket a magokat belőle, és mert az aratást azt néhány óra alatt is megoldja akár egy ember is, de a cséplés az azért hosszabb idő. Úgyhogy mi gondolkoztunk annak idején rajta, hogy ezt hogy oldjuk meg. Cséplőgépet nem akartunk bevetni, mert az azért elég nagy, bár léteznek állítólag kisebbek is, de hát ezek a nagy cséplőgépek, amiket kifejlesztettek, ami Krisna völgyben is például van, az is valamilyen meghajtást igényel, traktorról, vagy hajtányról, járgányról. Ők ugye ökrökkel tudják ezt megoldani. De meg akartunk maradni annál, hogy tudjuk mi ezt odahaza, vagy bárki bármilyen körülmények között is megoldani. És akkor itt fölmerült a nyomtatás, ahogy ezt régen az Alföldön csinálták. De azért a nyomtatáshoz kell egy elég nagy szérűt csinálni. A szérűt pedig úgy csinálták, hogy ledöngölték alaposan, döngölt föld, de olyan kemény lett szinte, mint a beton, és akkor erre a döngölt földre terítették rá a learatott gabonát, és jártatták ugye körbe a lovakat, akár több ló egymás mellett mentek körbe-körbe, és ők taposták ki a szemeket a kalászból. Egyszer megpróbáltuk, mikor így közösségi szinten összetudtunk állni, azt hiszem 8 család volt akkor éppen, és akkor 1 hektáron tönkölyt termesztettünk,
azt így nyomtattuk ki, de végül is ott is, ami igazán bevált, és egyszerűbb volt, az a lovaskocsis nyomtatás. Ugye manapság már gumis kocsik vannak, nem úgy, mint régen. És ez a gumis kocsi, ahogy ment ide-oda a szérűn, ez elég gyorsan és könnyen lepörgette, vagy kipörgette a szemeket. Igen. Nem sérül nyomtatásnál a szemek? Nem sérül, mert azért egyrészt viszonylag vastagon van, tehát nem olyan nagyon vékonyan, meg annyira azért nem kemény ez. Tehát ott ugye tehát ahogy le van terítve a gabona, rengeteg a szalma, rengeteg a pejva közte, és az annyira puha, hogy az megvédi a szemeket is. Úgyhogy nem szokott ilyen gond lenni. De mi aztán igazából ezt csak egyszer próbáltuk ki, utána meg maradt a kézi csépléses módszer, amit akkor mindjárt meg is mutatok. Ezt is ki kell tapasztalni, hogy hogy a legjobb. Végül úgy alakult, hogyha vagyunk hároman, négyen, legjobb, hogy inkább négyen vagy öten, akkor egy ember arat kaszával, de ez olyan legyen, aki már jól tud füvet kaszálni, mert itt nagyon fontos, hogy a gabona az hogyan dől, és hogy egyfelé dőljön, mindegyiknek a feje ugyanarra legyen, mert hogyha össze-vissza állnak, akkor nem fogjuk tudni marokra fogni, és markonként kicsépelni. Tehát ehhez kell egyfajta kaszálási gyakorlat, vagy ha ez nincs meg, akkor jobb a sarlós, ami egy kicsit lassabb és kényelmetlenebb, mert ugye le kell guggolni hozzá, és úgy halad az ember folyamatosan előre, de sarlóval ugye markonként meg tudjuk fogni, és akkor szépen egymás mellé rendezve úgy le tudjuk rakni a gabonát, hogy mindegyiknek egyfelé legyen a feje, mint ahogy itt is. Ne keresztezzék egymást össze-vissza, ne álljanak esetleg fordítva, hogy dőlnek. Tehát ez fontos a cséplés miatt, mert különben a kézi cséplés nem működik. De akinek van rutinja már kaszálásban, az a legegyszerűbb. Általában úgy szokott lenni, hogy én megyek elől a kaszával, szépen aratom, akkor ha kevesebben vagyunk, akkor én is hordom, mondjuk, hogyha hároman vagyunk csak, akkor én kaszálom és hordom is a ponyva mellé, ketten pedig a ponyván cséplik. Hogyha meg van több ember, akkor lehet úgy is, hogy én folyamatosan aratom, egy másik ember hordja, folyamatosan esetleg ők cserélődnek, és akkor mondjuk két-három ember meg végzi a cséplést. Nagyjából ez a párhuzamossága a munkafolyamatnak. No, akkor megmutatnám, hogy cséplünk odahaza. Tehát, hogyha így le van aratva szépen a gabona, akkor ugye a marokszedők, ahogy van a gabona, összegyűjtik szépen mindegyiknek, egyfelé legyen a feje, és akkor lerakják ide egy ponyva mellé. Tehát kell hozzá egy ponyva, hát ennél nagyobb, most ezt csak azért hoztam el, hogy egyáltalán be tudjuk mutatni. Van otthon egy nagyobb ponyvánk, ami mondjuk legalább kétszer ekkora, vagy inkább még nagyobb, mert azért ezek a szemek a cséplésnél repülnek össze-vissza, tehát ennél célszerűbb egy nagyobb ponyvát, és ez a raklap, ez azért vált be nekünk, igazából mi aztán ezt sűrítettük egy kicsit, csak a raklap ugye az mindenhol kéznél van általában, ez könnyű beszerezni, de aki komolyabban foglalkozik a témával, annak érdemes csinálnia ehelyett egy olyat, hogy a deszkák közt mondjuk ilyen rések legyenek, mint itt. Tehát elég 1-2 centis rés a deszkák között, nem kell ilyen nagy, mert ilyen nagy réseknél, hogyha oda megy ugye a kalász, akkor könnyen előfordul, hogy így letöri az egész kalász, és akkor sok lesz a kalászdarab, a szemes kalászdarab benne, de egyébként raklapon is meg lehet oldani, legfeljebb egy kis plusz munkát jelent. Tehát jön a marokszedő, hordja egyik oldalra, a cséplők pedig elhelyezkednek itt a raklap mellett, ott az egyik oldalon is elfér egy-két ember, itt a másik oldalon is egy-két ember, és akkor igazából csak annyit szoktunk, hogy marokra fogunk egy adaggal, úgyhogy ugye mindegyiknek egyfelé maradjon a feje, és aztán aránylag könnyen ki szokott jönni, tehát csak annyit kell, hogy erre a deszkázatra először egy kicsit finomabban oda csapjuk, közben forgatom is, aztán egyre erősebben. És akkor gyakorlatilag az egész így kipörög, lehet ellenőrizni utána, hogy az itt maradt fejekbe maradt-e még szem, de ezek teljesen üresek, és akkor a szalmát pedig a másik oldalra rakjuk. Tehát ez az egésznek a folyamata, így megy. Így. Na, hát aki szeretné, esetleg ki is lehet próbálni, úgyhogy nyugodtan lehet jönni. Tehát nem,
nem igényel azért olyan nagy fizikai megterhelő munkát, mint ahogy azt gondolná az ember. Itt szép lassan lehet csépelgetni. Próbáljátok ki nyugodtan. Lényeg az, hogyha itt nagyon alul vannak fejek, azokat esetleg kiúszkodja az ember, vagy olyat is lehet, hogy így a földnek, vagy így magamnak így neki szorítom az alját, akkor nagyjából egy formára rendeződik a vége, és akkor meg nyugodtan lehet ennél kicsit többet is venni majd. Ezt érdemes azért időben elkezdeni, tehát reggel, amikor ilyen nagy melegek vannak, ne ilyen déli órákba csépeljünk, hanem reggel időben elkezdi az ember, akkor már 11 óra legkésőbb dél körül abba is hagyja, mert utána már azért nem esik olyan jól itt a napon csépelni. De most honnan tudom, hogy nincs benne fel? Hát érzi az ember, hogyha így meg kell nyomkodni kicsit a kalászt, és teljesen üres. Tehát, hogy most adok egy olyan kalászt, amiben van szem, ezt meg kell így nyomkodni, és akkor ebben érzi az ember, hogy ez tele van még. Ezek meg üresek, ugye? Akkor ezt már félre lehet tenni, így van. Ami üres, az már mehet ide a másik oldalra. Ott is célszerű azért, ha nagyjából egy irányba megy, hát attól függ, hogy mire használjuk a szalmát. Ha lovak alá, jószágok alá, akkor mindegy. Ha esetleg később föl akarjuk még másra is használni, akkor... Sütterem úgy is, hogy ezt tudom ütni, utána meg ezt. Azt is lehet, igen. Hogyha nagyon össze-vissza állnak a fejek, akkor lehet úgy is, hogy ezt a végét, aztán a tövét, töve felé. Így van. Most nyilván nem törekszik arra az ember, hogy minden kis kalászkadarab utolsó kis szemét összeszedje. Valamennyi veszteség úgy is lesz, de ez néhány százalékos szokott lenni. Tehát valamennyi a szalmába is minden bizonnyal fog maradni. Egy-egy szemet ott is lehet még találni a kalászba, de biztos vagyok benne, hogy a kombájn se dolgozik 100%-osan, tehát ott is van valamennyi szórási veszteség. Ez rozs, amit most cséplünk, igen. Ja, nyugodtan lehet kérdezni is közben, persze. Olyan földet kapok, 2 hektárt, amelyik műveletlen volt 10-20 évben át egy szaladkot, amikor úgy kellene volt benne, de már nyomatni szerintem. És azt javasolták, hogy rozsdal tessem be legelőttem, mert ezt kiputolja a szaladkot. Hát a jó sűrűn kell vetni, de igen, a rozs. Hát én először lehet, hogy csak simán rost vetnék, de jó sűrűn, tehát azt jelenti, hogy szinte kétszer annyit, mint amennyit előírnak, és az annyi, mondjuk egy ilyen 3 mázsás hektáronkénti vető átlaggal lehet számolni szórva, és akkor, jó, bocsánat, és akkor gyakorlatilag ez olyan sűrűn kell, hogy akkor a legjobb a gyomelnyomó hatása. Tehát azt meg lehet próbálni. De lehet, hogy érdemes aztán még egy évig hagyni, vagy lucernával keverni következő évben. Na, még valaki? Vagy csépeljem ki én? Most már ezt a keveset csépeljük ki, ami itt van. Mindjárt befejezzük ezt a néhány marokkal még. És akkor úgy szoktuk, hogy minden, hogyha ilyen munkafolyamatban csináljuk, akkor mindig csak annyit aratunk le, amennyit akkor ki is cséplünk. Régen csináltuk ezt, hogy learattuk először az egészet, kévékbe kötöttük, keresztekbe raktuk, de aztán rájöttünk, hogy ez teljesen felesleges. Ez azért volt jó a régi paraszti világban, mert ők akkor már a cséplőgépet várták ezzel, és akkor ott addig jó el volt keresztekbe is. Ugye a másik fontos kérdés, hogy mikor arassunk, az sem mindegy. Különböző érési fázisai vannak a gabonának. Ugye a teljes gabona, amit még szét lehet nyomni, és ami ilyen tejszerű nedvet ereszt, az még azért messze van az aratástól. Aztán, ahogy keményedik, és már keményé válik a mag, akkor van egy úgynevezett viaszérési állapota, amikor már megkeményedett, de még azért van nedvesség tartalma, még nem szárad ki teljesen. És akkor van ez az állapot, amit én most hoztam. Itt már teljesen szárazak a szemek, tehát ezt általában foggal szoktuk megnézni. Ha szájába ezt az ember egyet ketté harapja,
és látja, hogy mennyire száraz már belülről, tehát ez már teljesen jó. Régen viaszérésbe aratták, mert voltak olyan gabonák, amik visszajövök itt az árnyékba. Voltak olyan gabonák, amik könnyen kipörögtek, és ezeket a könnyen kipörgő gabonákat még viaszérésbe könnyebb úgy levágni, hogy ne pörögjenek ki, és aztán utóérlelték. Akkor kévékbe kötötték, keresztekbe rakták, és a keresztekbe hagyták még pár napig utóérni. És ott utóért, amíg jött a cséplőgép, addig pont ez meg is történt. Mi ezt most már így, hogy nincsen cséplőgép se, nem szoktuk megvárni, meg általában a rossz se, bánkúti se pörög azért annyira vészesen. Tehát megvárjuk, hogy ennyire száraz legyen, hogy ez már cséplés és tisztítás után egyből tárolható is lesz. Tehát ezzel nem szokott ilyen gond lenni. Na, akkor mondanám tovább a következő munkafolyamatot. Tehát, hogyha megvan már egy jó adag, mondjuk már így a ponyva nagy része telítődött ezzel a keverékkel, ugye látjuk, hogy ebben van azért szalmatörek is, vannak kalászdarabkák, ott vannak a szemek alatta, és akkor, mikor már úgy telítődött, akkor jön a következő folyamat, hogy összeszedjük, ami végül is kicséplődött. Tehát akkor le kell pakolni a raklapot. Szépen lepakoljuk. Hát nem ennyit, nyilván ennél sokkal több gyűlik össze. Akkor. Akkor úgy szoktuk, hogy többen összeállunk, ugye? Ezt félrerakom. Egy kicsit összébrázzuk az egészet oda középre. Úgy, köszönöm, ha segíthetek. Úgy. Így. Onnan is lehet. Így van. Aztán jön valaki vasvillával. És átszúrja a ponyvát, igen, ezt itt óvatosan kell, hogy lehetőleg ne szúrja át a ponyvát, de itt szép óvatosan le lehet róla szedni a szalmát, ami nem odavaló. És akkor itt marad a sok szem, illetve itt maradnak még ezek a kalászka darabok, amik szintén tartalmaznak magot. Tehát főleg ilyen raklapos megoldásnál, ahol nagy rések vannak, itt azért könnyen törik a kalász, tehát azért érdemes ilyen kisebb résekkel dolgozni, mert ott sokkal kevesebb lesz az ilyen tört kalász. És akkor jön a taposás. Ehhez fölveszek azért egy szondát, mert úgy hatékonyabb. És lehet már taposni, igen. Ez egy nyomtatás, igen. Igen, most jön a nyomtatás. Igen, de valahogy akkor is ki kell szedni ugye a kalászkákból, tehát a rosta előtt célszerű. Jó, csak a így, helyet így, jó, jó. Mi helyett? Hát ki kell próbálni, hogy azon hogy, az hogy szedi le, mert a raklap azért jó, mert egy nagy felületen kemény. Tehát az a rosta, az nem tudom, hogy az úgy keménye. Lényeg az, hogy így áttapossa az ember, és akkor azért a nagyja kijön a kalászokból is a szemnek, és akkor ezt is leszoktuk a végén szedni. Kicsit összesöpröm. Persze ezt sokkal nagyobb mennyiségbe képzeljük el. Tehát nyilván akkor így tele lesz a nagy raklap, vagy a nagy ponyvának a közepe ilyen anyaggal. Akkor még innen is jön le ugye olyan szalmás törek, amire nincs szükségünk. Ezek is már, hát még némelyikbe akad, de azért a nagy része üres, meg lehet ezt jobban is taposni. Most arra törekedtünk, hogy inkább mutassuk be. És akkor itt van ugye ez a sok mag. Összegyűlik ennyi mag.
ezt belelapátoljuk egy vödörbe. És akkor én általában félre szoktam így rakni ebben az állapotban egy hordóba, mondjuk egy vashordóba, vagy egy, ha nincs műanyag hordó is jól, beleöntjük, és akkor ott gyűlik ez az anyag, és aztán haladunk tovább a ponyvával, ugye megy arra az arató, szabadul föl a hely, mi meg húzzuk a ponyvát mindig utána, lerakjuk ugyanígy a raklapot, és aztán folytatódik, és így szépen lassan haladunk. Közben gyűlik az anyag. Aztán, hogyha jó az idő, és van még kedvünk hozzá, akkor utána mindjárt ki is szelelhetjük. Tehát most annyira nem fúj a szél, bár lehet, hogyha oda kimennénk, akkor jobban fújna, mert itt egy kicsit fölfogják a fák, de lényeg az, hogy minél magasabbról, hogyha én ezt így öntöm lefelé, akkor ugye a szél ezeket a könnyű pejvákat, meg a többit, azt mind fújja ki belőle. Szép lassan kell, így. Tehát a szemét nagy részét így kifújja, akkor újra össze tudom szedni, és akkor igazából már csak rostálni kell. Tehát ezt a rost, hogyha a finom törmeléktől még meg tudom szitával szabadítani, és rostával meg kiszedem belőle ezeket az üres kis kalászkadarabokat, és szinte annyira meg is tisztul már egy ilyen szelelés és rostálás, szitálás után, hogy egyből lehet használni. Tehát ez már mehet a malomba odahaza. Hát igazából ennyi a folyamat az egésznek. Most így könnyűnek hangzik, de egyébként tényleg nem is olyan nehéz, tehát bárki kipróbálja otthon. Nyilván vannak kis buktatói, ki kell tapasztalni, hogy mi hogy jön be, jó lett-e a vetés, gazos lesz-e vagy nem. Ha gazos lesz, akkor gazzal együtt kell aratni, akkor azzal együtt már mindjárt nehezebb kicsépelni, de akkor is működik, csak egy kicsit nehezebb lesz. Úgyhogy nagyjából ez a folyamat, ezt pedig már föl tudjuk használni. Tehát most még onnan lehetne egyébként összesöpörni, de hát látjátok, mennyit hoztam, mennyi munkával ennyi lett. Ebből még azért egy kenyér nem jön neki, de megbecsüli az ember utána a kenyeret. Tehát, hogyha ilyen kenyeret fogyaszt, akkor nincsen kenyérkidobás. Minden szelet hasznosul odahaza. Meg a történetnek a másik része az, hogy igazából ebből a kenyérből nem is eszik annyit az ember. Ezt már mondjuk mondtam az elején. Tehát nem úgy, mint a fehér kenyér, hogy na, nekiállok, azt egy negyed kiló kenyeret bevágok egy reggelire, aztán kész. Hanem ebből megeszik az ember ilyen 4-5 kisebb szeletet, és akkor az elég is egy étkezésre. Tehát egy ilyen kenyér azért tovább kitart. Úgyhogy ilyen értelemben nincsen hatalmas szántóföldekre szükségünk. Tehát ugye a hazai szántóföldek, azt szokták mondani, hogy a Magyarország területének közel a fele már szántóföld, aminek nagy részén ugye gabonát termesztenek. Az nem arról szól, nem azért történik, hogy kenyerünk legyen, hanem hogy valakinek haszna legyen belőle. Vagy éppen, hát nyilván egy csomó állatot látnak el bele, tehát takarmány is lesz belőle, de a kenyérgabonára egy kis része is elég lenne, hogy az országot ellássa, az ország egész lakosságát ellássa kenyérgabonával. Ennyit gondoltam most hirtelen, úgyhogy ha van kérdés, akkor nyugodtan kérdezzetek, meg közben hát, ha nekem is eszembe jut még valami, de a folyamat az lényegében ez. Hát mi nem használunk oda az a vegyszereket, de ezek a eleve, hogyha olyan fajtákat választ az ember, mondjuk a rozsa az kevésbé érzékeny ilyenekre, tehát meg a régebbi fajták is általában jobban bírják ezeket, meg akkor egy valamire még fölhívnám a figyelmet, az ellenálló képessége a pejvás gabonáknak a legjobb, tehát a tönköly, a legősibb, az alakorbúza, és ezek nagyon jó gabonák, ezeket is meg lehet ugyanígy termeszteni, csak ott egy probléma van, ami elszokta aztán venni az emberek kedvét ettől, hogy azt ugye meg kell hántolni utána. Tehát, hogyha az ember tönkölyt vagy alakort termeszt így, és összegyűlik egy-két zsákja odahaza, vagy akár három is,
hát azzal nem fog elmenni szarvasra a nagy hántolóba egyrészt, másrészt meg nem is foglalkoznak ott ilyen kis tételben. Tehát én azt csak akkor javaslom, hogyha előre fölkutatja ott a környékén valahol azokat a helyeket, hogy van-e valaki, aki be tudja ezt ilyen házi léptékbe vállalni a hántolást. Mert nálunk például ott a Délalföldön szerencsére vannak ilyenek, van, aki saját maga rakott össze odahaza egy ilyen, még ekkora sincs, mint ez a szekrény, ez a tároló, egy hántolót, és működik az is. Tehát akinek vannak ilyen gépészeti tapasztalatai, az akár odahaza is össze tud rakni egyet, de a legjobb, hogyha mondjuk egy kis térség ilyen szempontból összefog, és mindenki egy helyre viszi. De addig én nem javaslom, hogy tönköllyel vagy egyéb ilyen pejvás gabonával foglalkozunk, amíg ez nincs megoldva, mert elveszi az ember kedvét. Ott lesz a néhány zsák, nem tud vele mit kezdeni, és a végén már azt, akkor legyint rá. Inkább próbálkozzunk akkor rozzsal, vagy valami régi búzafajtával, például a bánkúti búzával, és ezek ki... Bánkúti búza. Azt se kell hántolni, nem. Igen? Hát van többféle, van ilyen kalapácsos, de amit így házilag raktak össze, az ilyen centrifugális erő alapján oda csapja egy ilyen gumigyűrűhöz, és akkor ahogy oda csapódik ez a pejvás szem, a pejva az így leválik róla. Tehát nagyjából ez az elve a hántolónak. És akkor végén ugyanúgy szeleléssel kiszelelhető a pejva, elkülöníthető a magtól. Igen. Ugye van, bocsánat, mindjárt csak annyi, hogy van, létezik ez a kalmárosta, lehet, hogy már hallottatok róla, ez egy kézzel is hajtható, tehát hogyha nincs szél, akkor ugye szelet is csinál, meg különböző rostákat lehet belerakni, tehát különböző lyukméretű rostákon keresztül, ha keresztül megy egy ilyen kalmárostán, akkor úgyis elég jól megtisztítható. De nem feltétlen kell beszerezni, tehát ilyen legegyszerűbb módszerekkel is megoldható ez odahaza. Igen? Szeretném, hogy az arányokról tudna mesélni, hogy mondta az előbb, hogy 1000 négyzetméteren egy nagyobb család számára is elegendő búzát lehet termeszteni, és hogy 1000 négyzetméter esetén az hány kiló búza lesz, abból hány kiló liszt, hány kiló kenyér, és hogy ez nagyjából... Igen. Tehát ugye... Vegyünk alapul egy bánkúti búzát, ami még viszonylag gyengébb termőtalajon is azért egy 30 mázsát megterem. Nyilván nagyon gyenge talajon ez nem működik. Ez egy hektár, igen, de onnan induljunk ki. Tehát a bánkúti búzát nem lehet minden területen termeszteni, csak a búzatermésre megfelelő szántóföldön. Ami nem alkalmas, mondjuk lehet, hogy ezek nem alkalmasok, akkor rost kell. De a rozsnál is elérhető egy 30 mázsás hektáronkénti átlag, és hogyha ezt levetítjük ugye 1000 négyzetméterre, akkor az azt jelenti, hogy 3 mázsa körüli terem meg azon az 1000 négyzetméteren. Hogyha odahaza ezt így kis tételekbe az ember akár egy villanymalommal megőrli, akkor ugye utána kiszitálja azért a korpának a nagy részét belőle az ember, valamennyi veszteség lesz egy 10-15% körülbelül, ami így elvész, de akkor mondjuk legyen 2,5 mázsa, nagyvonalúak leszünk, 2,5 mázsa tiszta gabona jön ki belőle, és akkor ezt a 2,5 mázsát, mert 3 mázsát először tisztítjuk, tehát szeleléssel, mi egymással még utótisztítjuk esetleg, akkor valamennyi elvész belőle, ilyen valamennyi szem azért bekerül a pejvák közé, az kimehet a tyúkoknak, és akkor utána jön ez utána a többi az már mehet a malomba, ott jön ez a 10-15%-os veszteség még, és akkor úgy nagyjából kijön az a 2,5 mázsa körüli, 2-2,5 mázsa közötti liszt ebből, és ugye hát a lisztet azt azért bekeverjük vízzel, tehát én azt hiszem, hogy mi másfél kiló lisztből szoktunk kenyeret sütni, és abból kijön olyan 2,5 kiló kenyér. Nagyjából így lehet számolni. Tehát mondjuk, ha csak 2 mázsa lisztet számolok ki, akkor 3 mázsányi kenyér kijön belőle egy évre. 3 mázsányi kenyér. Ha azt most elosztjuk a hetekkel, elosztjuk ugye 50
50-nel, akkor az azt jelenti, hogy 6 kiló per hét. 6 kiló kenyér per hét jön ki nagyjából, így. Így lehet számolni. Így nagyvonalúan. Igen, igen. Az és az reális is. És egy legjobb a talaj, ilyen hókos, ilyesmi, akkor inkább a rozs az, ami... Igen, 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 igen. Tehát ilyen gyengébb talajokon a rozs jön. Hát ilyen átmeneti talajokon esetleg a tritikáléval lehet próbálkozni, az ugye egy hibridje a búzának és a rozsnak. Tehát az mind a kettő szülőnek az előnyös tulajdonságait magába hordozza. Tehát olyan területen, ahol a búza már kevésbé terem, de még azért nem annyira gyenge, hogy csak rozs nőjön, akkor ott meg lehet a tritikáléval próbálkozni. De a rozs is, hát látjátok, így teljesen jól működik, és ez még a leggyengébb talajokon is azért viszonylag stabilan terem, tehát ilyen homoktalajokon is, mint ami itt van. A rozzsal meg lehet próbálkozni. A rozs is kipörög, tehát ez sem marad pejvában. Úgyhogy jól használ. Igen. Kérdeznék, hogy ha tegyük fel, hogy minden sikerült, és van mondjuk három más a búza, vagy rozs, mindegy, azt otthon házi körülmények között mi az elvárás, hogyan kéne? Hát ugye több mindentől meg kell védeni, az egyik a rágcsálók, amik ezt nagyon szeretik, a másik a molyosodás. Hát nekünk, ami bevált, ezek a 200 liter körüli élelmiszeripari leselejtezett fémhordók. Tehát ez... Ilyeneket ilyen 1-2 ezer forintért lehet akár interneten is szerezni, de műanyag hordóba is tároltunk már. A lényeg az, hogy ennek tényleg teljesen száraz állapotba kell bekerülnie. Tehát, hogyha ilyen állapotba bekerül, mint ahogy most van, az jó, de hogyha mondjuk az időjárás nem olyan, akkor utól kell szárítani, vagy hogyha úgy arattuk le, hogy esetleg egy kis nedvesség még van benne, akkor utól kell szárítani. Bár a cséplés is nehezebb olyankor, tehát így szárazon könnyebben kipörög a szem a kalászból. Tehát azt lehet érezni akkor cséplésnél is. De így szárazon eltéve nem szokott gond lenni. Nekem van például olyan zabom, az nem csupasz zab, hanem pejvás zab, ami most már 5 éve van így a hordókba, és idén tavasszal vetettünk belőle, és gyönyörű szépen kikelt még 5 év után is, tehát nem lett semmi baja. Előfordul, hogy a tetején, hogyha belemegy a moly, és nem tudja a molytól megvédeni az ember, akkor vagy egy kénlapot ott el kell égetni és újra lezárni, meg esetleg a tetejét leszedni, amit megtámadott a moly, de az azért viszonylag, hogyha jól van tárolva, akkor viszonylag ritka. És honnan lehet beszerezni ezeket a gabonákat, mondjuk rostat, kritikális vetési célból? Hát igen, kis tételben. Én azt mondom, hogy ilyen tápboltokból. Tehát ugye rost szoktak árulni ilyen táptakarmányboltokba is, és az teljesen jó vetésre. Az működik ugyanígy. Hát bánkútit azt meg így... Így jót keres az ember? Vagy interneten elkezd utána járni. Csak általában ugye ilyen mázsás tételekbe szokták ezt árulni. Egy kicsit nehezebb dolga van az embernek, ha neki mondjuk csak tényleg csak 10 kiló kell belőle. Ilyen tápboltokban biztos, hogy árulnak 10 kilókat is, amúgy meg megegyezés kérdése, hogyha most talál egy ilyen lelőhelyet az ember, bánkúti búzával nem sokan foglalkoznak általában ökotermesztésbe, és ő már lehet, hogy akkor érzékenyebb az ilyen témák iránt, és azt mondja, hogy jó, hát akkor itt van 10 kiló, kérek érte mennyit, 1500 forintot, vagy, tehát szinte pénzbe se kerül semmibe. Miért nem foglalkoznak ezzel? Tessék? Miért nem foglalkoznak ezzel, hogyha ez jó? Hát azért, mert mennyiségileg nem hoz már annyit, mint a mai modern fajták. Ugye a mai világ arról szól, hogy minél nagyobb mennyiséget hozzunk le egységi területről, és hát ez a minőség rovására megy. És ez nem csak a zöldségeknél, gyümölcsöknél, vagy akár a húsoknál van így, hanem a gabonánál ez ugyanúgy igaz. Tehát a mai modern fajták lehet, hogy mennyiségileg többet hoznak, de lehet, hogy az összetétele már nem olyan, mint a... 10 tonna. Igen, akár. Hát lehet, hogy 10 tonna búz, már ki tudja, még 7-8 simán lejöhet, igen. 70-80 mázsa egy hektárról. És akkor ha szembeállítjuk azt a 30-40 mázsát a 70-80-nal, akkor nyilván a gazda azt fogja választani, hogy 70-80 mázsát termeszt.
Úgyhogy igen. Az érdekelne engem, hogy talajjavítással, hogy feljárással akkor nem foglalkozol, hanem olyat ültetsz, ami arra talajra jó és kész. Hát nem feltétlenül, mert ahogy mondtam, például mi csinálunk olyat is, meg csináltunk régenben is, hogy zöldség után vetek. Értem. És volt olyan, hogy alakor, ami ugye eleve nagyon keveset terem, nem tudom, ki ismeri az alakort, remélem így ismerős a társaság nagy részének, az egy ősi búza, egy két, tehát egy soron terem, ott van a kalászkába benne a búzaszemek. És ez egy annyira régi búzafajta, hogy ez gyakorlatilag úgy néz ki, mint ahogy annak idején is aratták több ezer évvel ezelőtt. Bár most már úgy tudom, elkezdték azt is nemesíteni, de megvan még ez az ősi alakor, és ez nagyon keveset terem, ez csak ilyen 10 mázsát, vagy 15 mázsát. És egy ilyen talajon, ami úgymond javítva lett, de nem úgy, hogy műtrágyával, hanem tényleg szerves trágya, meg múlcsozás, meg takarás, meg mi az ötségeket is így. Tehát ilyen talajéltető módon termesztettünk előtte, akkor a talaj élet is sokkal gazdagabb lesz, meg a tápanyag föltárási képessége is a sok mikróba által, ami a talajban van, és ez még a következő évben kihat a gabonára is. És akkor egy ilyen területen el lehetett érni egy kétszeres termésmennyiséget még az alakornál is. Tehát ez is működik, így van. Főleg, ha kis területe van az embernek, akkor érdemes ilyennel foglalkoznia, hogy javított talaj. Ugyanakkor vigyázni kell, hogy a túl sok nitrogén azért nem maradjon benne, tehát a javított talaj alatt azt értem, hogy előző évben volt megtrágyázva, az a trágya nyilván egy évvel, és az is olyan trágya volt, ami már érett volt, és az a trágya nyilván egy következő évre már annyira lebomlik, hogy ott nitrogén földúsulás nem nagyon jelentkezik, mert a túl sok nitrogén hatására megindul nagyon hirtelen a gabona, és akkor könnyen eldől, nem lesz olyan ellenálló a szára, tehát az se jó, hogyha hirtelen sok nitrogén kap. De általában ilyen ökológiai módszereknél ez nem szokott probléma lenni. Tehát működik ez a talajéltetés mindenképp a gabonánál is. Így van. No, van-e még esetleg valakinek kérdése? Igen? Hát mi egy elektromos malmot használunk, ez a kaposvári malom. Nem, saját otthoni kis házi malom, és mindig frissen őrőljük. Tehát ez azt jelenti, hogy ott van bent a hordókban a gabona, én mindig abból annyit veszek ki, amennyi a következő kenyérhez kell. Ugye először a kovászt megetetni előző nap, a Kriszta szerintem ezt majd szünet után el fogja jobban mesélni, mert ő van otthon jobban a kenyérkészítésben, és az friss lisztből. Tehát ott nincs az a gond, hogy megavasodik, vagy nem olyan már. Tehát azok a bolti lisztek rá van írva, hogy minőségét megőrzi eddig és eddig, de azért ott történnek olyan dolgok közben, amitől már nem lesz olyan friss a liszt. És főleg a teljes kiöllésűnél jelenthet ez problémát. Éppen ezért a mai modern korban tértek rá a fehér lisztre is, mert ott nincs már benne a csíra rész, nincsenek benne azok az olajok, amik táplálták ezt a csíra részt mondjuk, és nincs ami már megavasodjon, hanem tényleg csak a tiszta fehérje meg szénhidrát része a fehér lisztnek. Az valószínűleg épp ezért könnyebben, vagy hosszabb ideig is eltartható, de egy teljes kiörlésű, amit én otthon kiörlök, és mondjuk csak a korpát szitálom ki belőle egy lisztszitával, az valószínűleg nem tartható el olyan sokáig, és ezért jó frissen őrölni egy ilyen kis házi malommal. Próbálkoztunk egy ilyen nem elektromossal is, a kaposvári malom gyárt ilyet is, de hát az nagyon lassú folyamat. Akkor már inkább egy ilyen köveset vennék, egy ilyen kézi köveset, ami szintén nem olyan gyors folyamat, nyilván, mint az elektromos, de valószínűleg azzal gyorsabban meg lehet őrölni. Úgyhogy érdemes otthon beszerezni, aki ezt komolyan gondolja, annak egy ilyen házi malom hasznos lehet. A másik meg, hogy hát sok gabonát nem is biztos, hogy meg kell őrölni, meg ilyen kenyeret készíteni belőle. Tehát van olyan lehetőség is, a Somlósi Lajos szokta mindig felhozni a napkenyeret, tehát amikor csiráztatunk ugye búzát, és akkor abból sütünk kenyeret. Tehát akkor igazából nincs is rá szükség, hogy
megőrüljük, hogy liszté őrüljük. Tehát a csírázás folyamán eleve a mai modern búzafajtáknak a nagy részében is a glutén jelentős része elbomlik a csírázás folyamán, ugyanúgy, mint ahogy a hosszú kovászolás folyamán is csökken a glutén tartalom. És akkor egy ilyen csíráztatott gabonát, vagy kását is lehet belőle, akár csíráztatott gabonából kásákat készíteni. Tehát nem biztos, hogy mindig kenyérhez kell nyúlnunk. Sokkal változatosabb lenne az étkezésünk, hogyha kenyér mellett több csírát, több kását, ilyen dolgokat ennénk. Igen, igen. Így van. No, van-e még valami? Jut-e még eszetekbe valami? Jó, hát ha nincs, akkor köszönöm szépen a figyelmet. És akkor...